Nem mindenki örült az ukrán elnök montenegrói beszédének. Október 8-án, szombaton, Ukrajna első embere, Volodymyr Zelenszky beszélt a 2BS fórumon, amelyet a Montenegrói Atlantik Szövetség szervezett, ahol azt mondta, hogy miért kellene függetlenné válni Oroszországtól a politikai, gazdasági és energiában, és miért számít arra, hogy függetlenné válik a kontinens államaiból, tehát a balkáni országokból. Noha beszédét tapsolták, Milorad Dodik, a bosnyák-szerb köztársaság vezetője megjegyezte, az ukrán elnököt nem kell megkérdezni, hogy mit kell tennie a Nyugat-Balkánnak, vagy sem. A Kurír, RS, szerb, Dodik szerint hozzátette, hogy a nem megfelelő Zelenszky ennek a része a balkáni országoknak. Zelenszky beszéde, nyitókép, AFP.